Nem könnyű, mert egy olyan dologról kellene most beszélnem, vagy szeretnék megpróbálni beszélni, ami valószínűleg a legintimebb élményeim közé tartozik, és amit valószínűleg a legkevésbé tudok megfogalmazni. Éppen azért, mert mindannyiunknak meglevő élményünk, vagyis hát én azt remélem, hogy mindannyiunknak, nagyon sokszor leírták, nagyon sokféleképpen megközelíthető, de nem tudom garantálni sem magamnak, sem azoknak, akik ezt nézik, hogy amit elmondok, az megfeleltethető a másik ember életében. És emiatt egyszerű tényekhez fogok ragaszkodni, vagy azokba próbálok megkapaszkodni. A kapaszkodásról és a szerelemről az első dolog, ami most konkrétan fizikailag is eszembe jut, hogy miközben beszélek, aközben folyamatosan a jegygyűrűmet fogom. Abba kapaszkodok, ott keresek menedéket, és valamiféle bátorságot ehhez a váratlanul intim helyzethez. A másik, hogy ha a kamera mögé nézek, akkor a színházat látom, ahová nap mint nap bejárok dolgozni. És ugyan Bergman azt mondta, hogy a film a szerelem és a színház a házasság, én azért mégis azt gondolom, hogy ez egy szerelmes házasság, hogyha nagyon őszinte akarok lenni magammal. És a harmadik dolog, amin az elmúlt napokban gondolkodtam, amikor készültem erre a megnyilvánulásra, az az, hogy vajon hogyan lehet megfogalmazni, anélkül, hogy zavaros lenne, vagy félreérthető, vagy úgy, hogy mindenki számára világos lenni, hogy mit értek az alatt, hogy a két gyermekem és az életem szerelmét vagy szerelmeit jelentik.